Sziasztok! Ebben a mai videóban a zuhanyzónak az alját fogom leburkolni, ilyen kavicsos burkolatot kap, ilyen kavicsos hidegburkolatot, úgyhogy erről szeretnék nektek egy kis videót megmutatni. Én se csináltam még ilyet, van elképzelésem, hogy hogy kellene megcsinálni, ez alapján fogok menni, úgyhogy köszi, ha itt vagytok velem, és akkor váljunk neki. Lehet látni, ez a kavicsos burkolat, ilyen drive-it hálóra van fölragasztva, hogy viszonylag könnyebb legyen a burkolásnak a menete. De minden esetre az biztos, hogy érdemes egy kisebb területen kirakni így szárazon, mielőtt összemaszatolunk mindent a ragasztóval. Úgyhogy én azt fogom csinálni, hogy egy kicsit így szárazon, kicsit megpróbálom megkeresni, hogy melyik hogy fog illeszkedni egymáshoz. És szerintem ez jó dolog lenne, hogyha szépen tudnának stimmelni a kavicsok egymáshoz. Így most elég jól mutatja már itt, úgyhogy kéne, hogy legyen. De talán így lesz a legjobb. És akkor megjegyzem majd, hogy melyik hova volt rakva. Nekem sincsen gyakorlatom még benne, mert nem csináltam még ilyet, de hát senki nem úgy születik, hogy már tudja, hogy hogy kell csinálni. És akkor oda a hiányzó helyekre még majd csinálok ilyen vágottakat, majd mutatom a videóban, hogy hogy fog bekerülni. Egész szépen össze van hozva egyébként, elég jól néznek ki. Látjátok, például így sokkal szebben beilleszkedik a helyére, mint ahogy az előbb volt. De még tovább forgatom, hát ha lesz még jobb. Így meg még jobb, úgyhogy így hagyom. Aztán természetesen innen a szélére majd kell csinálni egy vágott sort. Ezt külön megcsinálom. Úgyhogy szerintem érdemes így szárazon lerakni őket, és akkor így megnézni, hogy mit fogunk látni, mi lesz a végeredmény. Itt például túl nagy a hézak a szememnek, úgyhogy ide biztos, hogy úgy kellene forgatni, hogy másképp legyen, így már egy kicsit jobban stimmel, de akkor meg itt nyílt meg. Meg kell találni ezt az alapközép utat, hogy mi a legjobb opció neki. Ezt félreteszem. Na, ez lesz a jó. Ez már nekem tetszik. Itt elég pici maradt a rés, itt is, úgyhogy ez így oké. A szélére vágottat kell rakni majd. Hozok egy snitzert. És még így is egy kicsit meglátni, hogy hogy jöttek a kavicsok, hogy jöttek a lapok egymás mellé. De szerintem ez már fugázásnál el fog tűnni, úgyhogy az úgy már jó lesz. Az egyik felé föl tudom használni ide. Úgyhogy ennek ellenére, hogy még én nem csináltam ilyet, szerintem érdemes így kirakni szárazon, szépen összejátszani a mezőt, hogy melyik hova fog kerülni, mert azért, mikor már megvan kemve minden ragasztóval, akkor már sokkal nehezebb megtalálni a helyét, és akkor már lehet, hogy nem annyira esztétikus, mint így, hogyha szárazon oda van próbálva.
úgyhogy így folytatom tovább is, nézzétek. Erről majd tudok kavicsokat leszedni, ahol kell majd pótolnom. Akkor lehet azzal is csalni, hogy ilyen kisebb mezőket elvágunk. És akkor ezt így külön tudom kezelni, hogy az idejön, ez meg majd egy picit így jobban megtalálja a helyét, akkor így. És kicsit szét lett nyitva ide a fugához. Azt már kirakom kézzel. Meg legalább az is kiderül, hogy van elég, hogyha így ki van pakolva szárazon. Jó kapaszkodik a ragasztókban, mivel oda van ragasztva a drive-it hálóra. Vagy üvegszövet hálónak is mondhatnám. De nyilván drive-it háló. Akkor több hiányzó részekre, mert szépen kézzel fogom kipakolni egyesével a köveket. Majd arra fogok ügyelni, hogy ide teszek vágottakat, hogy ne túl sok vágott legyen a szélén, mert most vagy mindegyik vágott, vagy esetleg csak egy-egy, úgyhogy erre még oda kell figyelni, hogy ez esztétikusan nézzen ki. És akkor, hogy ne tévesszük el, hogy melyik hogy volt, akkor érdemes megszámolni, ez az 1-es, 2-es, 3-os, 4-es, értelemszerűen ahogy olvashatók a számok, 5-ös. Úgy is szedem vissza, mint ahogy haladnék, és akkor úgy fogom egymásra pakolni, ahogy el fogok haladni a burkolással. Hát most elképzelem azt, hogy ahogy haladok majd a sorokkal, úgyhogy szedjem vissza. Az 1-es kis 6-ost fogom utoljára, vagyis hát abban fogok kezdeni az 1-essel és 6-ossal. Szándékosan egy picit hígabb anyagot kevertem, hogy a hálón keresztül kicsit fel tudjon jönni a ragasztó, és akkor kavicsokat is tudja, kavicsokba is tudjon kapaszkodni. Igen.
hogy a jó híg a ragasztó, hogy akár kerhetem még tovább is. Ráadásul a felület nem is szívja, mert le van ugye vízszigetelés, meg van rajta csinálva, úgyhogy még az sincs, hogy nem szívva a felület, úgyhogy jó lányban le ragasztunk. Kíváncsi leszek, milyen lesz a végeredmény. Tényleg komolyan kíváncsi leszek én is rá. Erre szoktam mondani ezt az okosságot, hogy a természet tele van építőanyaggal, csak össze kell szedni. Valaki meglátta benne a piaci rés, hogy fölragaszti egy drágit hálóra. Ugye a zuhanyzónak a rejtése az ki lett alakítva, de azért azt nem lehet elvárni, hogy innen maradéktanul lemenjen majd a víz. Tehát biztos, hogy a fugáknál helyenként meg fog állni, mert nem lehet olyan síkra kifugázni, hogy ez tökéletesen legyen, de szerintem ez ebben az esetben nem is probléma. És akkor készítettem előre egy olyat, hogy egyetlen egy ilyen hálót kivittem, és összevágtam rajta a kavicsokat. Hogy már legyen előre ilyen vágott lehetőségem. És akkor ezekből a vágottakból tudok válogatni, hogy hova miért szeretnék. Itt talán jobban át is látom, hogy milyen keresek. Bocsánat, a kesztyű nem fog kelleni mégse. Itt finomabb kéz kell, mint egy kesztyűs kéz. És akkor megnézem, hogy körülbelül milyen méretűt szeretnék betenni. És akkor most szedem le a hányokról. Én mondtam, hogy nem szabad túl sok vágottat használni, mert akkor az a baj, hogy akkor mindenhol érintik a szép. De ha csak imittam ott megjelenik egy-egy vágott, viszont abból akkor lehet egy kicsit játszani jobban. Hogy azért van vágva, de nem 100%-osan van bevágva a szélre. Úgyis vastagot fog mutatni a fugázás mindenhol. Szabad elfelejteni, hogy idénként berakok kettő egészet, akkor legyen benne egy vágott. Mert ott is nagyjából úgy megy, hogy van kettő egész, egy vágott, kettő egész, egy vágott. Tükrözze ezt a szimmetriát újra. És itt a vágás nem nyomom teljesen oda a csempéhez, hogy oda mögé is egy kis fugalnyag majd be tudjon fordulni. Na oké, hát akkor azt hiszem, hogy ennyi. A fugázásra meg visszatérünk.
Köszönöm szépen, ha itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok, sziasztok!